A különböző tudományterületek titkaiba tekinthettek be azok, akik ellátogattak az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karára pénteken. A nagy népszerűségnek örvendő Kutatók Éjszakája című eseménysorozat célja idén sem volt más, mint a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Az érdeklődőket mintegy 30 programelemmel várták az intézményben, betekinthettek a robotika világába, elmerülhettek a retro játék kuckóban, valamint kipróbálhattak VR alkalmazásokat is. Emellett érdekes fizikai előadásokon és műhelybeszélgetésen is részt vehettek a látogatók, illetve bemutatkoztak a székesfehérvári szolgáltatók is az este folyamán. Bemutatkoznak a partnercégeink is, van egy kiállítás a Fehérvíznek, ahol a vízről lehet mindenféle érdekességet megtudni, az ivóvízről természetesen elsősorban. Aztán van egy kiállítás az Arkoniknak, ahol az alumíniumról lehet különböző érdekes dolgokat megtudni, illetve az alumínium újrafelhasználásával kapcsolatos feladatok, illetve játékokban lehet részt venni. Az egyik gépészmérnök hallgató szerint ez az esemény kiváló lehetőség arra is, hogy a fiatalok eldöntsék, szeretnének-e a jövőben hasonló területen dolgozni. Elég sok minden van, amit ugye meg lehet nézni, például vannak a robotikai eszközök is, illetve itt vannak a pneumatikusok, és ezek nagyon már fejlettek, amikből meg tudják nézni a fiatalok, hogy esetleg ezt válasszák el, hogyha megtetszik nekik valami. A programon részt vett Mészáros Attila alpolgármester is, aki a közönség soraiban helyet foglalva hallgatta meg a Bye Bye Párizs, Hello Elé, kinek mit jelent az Olimpia című műhely beszélgetést.